Két hónapig, július-augusztus hónapban csak korlátozott mennyiségben volt biztosított a BCG vakcina, szünetelt az újszülöttek beoltása az ország egész területén. Az augusztus végén született gyermekek csak később kapják meg az első kötelező oltást. Augusztus 23-án született meg a kislányunk, és akkor nem volt, már hiány volt az országban az oltóanyagból. Szerencsére már ugye napokban ugye kaptuk az információt, hogy jön az oltóanyag, értesített is minket a védőnő, és a későbbiekben is majd fog szólni, hogy mi ennek a menete. A kicsik nem késnek le az oltásról, mondta el a tiszti főorvos, hiszen egy éves korig nem késő megkapni a TBC elleni vakcinát. Mivel szeptember 14-én megérkezett az oltóanyag, és az a kórházaknak már rendelkezésére áll, így ütemezni fogják, mikor kapják meg azok, akik korábban kimaradtak. Ez az oltóanyag teljesen biztonságos. Ez a típusú, illetve gyártású BCG oltóanyag már 2012-13-ban volt Magyarországon forgalomban, most ugyanattól a gyártótól került beszerzésre. Az előzetes igények, illetve az előzetes évek születésszámainak alapján került minden megyében kiszállításra. 14-15-én jöttek meg az oltóanyagok Fecskendővel együtt, és ugyanazon a napon a kórházi szülészeti intézményekbe, illetve a gyermekosztályokra kiszállításra kerültek. 2000 oltóanyag érkezett a napokban, ami egész évre nem elegendő, tehát lesz még utánrendelés. Az oltóanyag többszöri ismétléssel véd a TBC-től, ami ellen több mint 100 éve küzdünk, de a védekezés és a szűrési rendszer ellenére még mindig találkozni lehet ezzel a komoly tüdőbetegséggel. A tiszti főorvos elmondta, itthon szigorú az oltási rend, a kötelező védőoltásoknak köszönhetően hazánkban már nincs szamárköhögés, gyermekbénulás vagy kanyaró. Az anyák figyelnek arra, hogy megvédjék gyermekeiket a különböző súlyos betegségektől, és követik a hazai védőoltási útmutatót.